Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Card Zone, és a mai videóban Ferencváros karrier. Hát megbeszéltük, múltkor volt egy szavazás, kiírtam, hogy mi a helyzet, milyen legyen ez a Ferencváros karrier, ti szabtok testre úgymond mindent, még azt is, hogy milyen gyakorisággal legyenek a részek, hogyan legyenek felépítve a meccsek. Múltkor kipróbáltuk a három meccset, jól el is vesztettem mindhármat, de ez mindegy, az csak felkészülési meccs volt. Szóval kipróbáltuk az 5 perces meccsekből a hármat, hát taktikázni nem volt idő, rohanás volt, kontratámadások, góleső, nem. Ez nekem se tetszett egyébként, úgyhogy 6 percesre vissza fogjuk rakni egy fél időt, tehát egy meccs 12 perc lesz, plusz a megszakítások. Az fixnek tűnik, és ami másik fontos, hogy heti 2 részre szavaztatok, tehát egy héten 4 meccset fogunk játszani, szerda lesz az egyik nap, és a vasárnap a másik, tehát így fog felépülni a heti 2 rész, és minden részben 2 meccset fogunk lejátszani, mint most is, és hogyha valaki kérdezi, mikor lesz már FIFA karrier, légy szíves, akkor segítsetek neki, mondjátok meg neki, hogy szerdán és vasárnap, ezt próbálom tartani. Jó, csapaton nagyon sok mindent beállítottam, kezdve itt a csapat menedzsmentnél, hogy mondjuk Máé maradjon elől a támadásoknál, védekezéseknél mindig, mert hogy 28-as védekezéssel, meg 63 fizikkel nem fog tudni sok mindent csinálni hátul, úgyhogy nyugodtan maradjon elől, teljesen mindegy, még szögletnél is hátra lehet rá kontrázni, mert gyors játékos. Mondjuk megadtam, hogy Mercier nyugodtan bárhova mászkálhat, amerre szeretne. Ő pont egy olyan középpálya, aki minden poszton jól érzi magát, is támadni is bőségesen tud. És megadtam, hogy Telander, illetve Semi Maé maradjon hátul, még akkor is, hogyha az egész csapat felmegy támadni, ők maradjanak hátul. Dibusz szögleteknél jöjjön egy picit kijebb, szóval ilyeneket mindent beállítottam, mert nagyon fontos, és láttam, hogy össze-vissza mászkálnak a játékosok, mint valami vakegerek ezen a nyári felkészülési meccsen. Formációban nem változtattunk, itt egy picit a taktikát átnéztem, kicsit átrendeztem a dolgokat, de nagyjából balansz minden. Kiosztottam, hogy Mercier nagyon jól rúgja a szögleteket, nézzétek meg, szinte minden a 80 fölötti a szögleteknél, nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ő egyértelmű. Hát a többiek az ilyen piros-piros-piros-sárga, az az értékeket mutatja, ilyen 20-as, tehát sportszalom. Mercier jól rúgja a szögleteket, úgyhogy fontos, hogy pályán legyen ilyen szempontból. Átnéztem a szerződéseket, nagyon sok játékosnak le fog járni a szerződése, úgyhogy hosszabbítani kell majd velük. Egy éven belül rengeteg játékos, Dibusz, Botka, Kovácsevics, City le fog járni, úgyhogy ezekkel majd valamit kell csinálnunk. Kevés a támadónk, 4 támadónk van, de mondjuk a játékunk olyan, hogy egy csatáros. Én majd lehet, hogy a Defraudit később egy picit átfejleszteném 2 csatáros játékra, ez majd a jövő kérdése, illetve Dibusz mögé is majd télen szeretnék igazolni egy jó kapust. Nem helyére, nem feltétlen helyére, nem inkább mögé, mert Bogdán az a 60-valány is értékes, ez borzalmasan rossz. Úgyhogy így nézünk ki egyenlőre. Jött egy nagyon negatív üzenet, méghozzá az, hogy Semi Maé 2 meccses eltiltást kapott. Egy olyan szabálytalanságért, nézzétek vissza az előző meccset, amilyen szerintem maximum sárgalap. Semmi durvaság, semmi lábtörés nem volt benne, nem sérült le az ellenfés, 2 meccs, nem értem. Mindegy, nagyon szigorú volt a bizottság, a bíró is, mindenki, én ezt egyáltalán nem értem, de mindegy. A lényeg, hogy játszunk, elkezdődik az angol másodosztály, a Lutonnal fogunk kezdeni. Múltkor előző részben ugye elmeséltem a sztorit, hogy a Fradi csődbe ment, mit tudom, mert nagy bajba voltak, és kitelepítették, megvették az angolok, és kitelepítették az egész brigádot mindenestül az angolokhoz, és innen indul angol másodosztálya. Meglátjuk majd, hogy milyen horvát. Figyeld már, az a Lutonnak a kapus, hogy horvát úgy hívják. Az komoly. Na majd megnézzük, hogy az csak nem magyar, nem ismerek ilyesmit. Na mindegy, beállításokat akartam átnézni egy picit. Méghozzá a Game Settings-be belemegyünk. 5 perccel beállítjuk a 6-ra a meccset, 5-ről. És World Class az maradhat, Player Base Difficult az maradhat. Ez a labda, kicsit pixeles, de mindegy. Úgyhogy jók leszünk, minden más az szerintem rendben van. Igen, ezek 50-en vannak,
50-50, jó. Oké, minden már, azért megnéztem, hogy minden más legyen rendben. Mezeket lehetne meglesni, akár kipróbálhatnánk a vendégmezünket is. Nem egyezik az ellenfelével, úgyhogy szerintem jó lesz. És akkor a Luton otthonában kezdünk, tehát a hazai stadionunkat, amit mi szerkesztettünk meg együtt. Köszönöm a segítséget, sokan írtátok, hogy lehet majd évvégén változtatni. Ott még mindig nincsen változás, tehát ezt nem látjuk még mindig. Kezdjük el a meccset. Nézzük meg. Lessük meg. Ez a Lutonnak a stadionja. Törlik a kapufát, beállítják a kamerát, Mihen jelenetek, imádom. Azt figyeljétek, Lutonba mennyire várják a szezon kezdést. Mi flashbackjei vannak a játékosnak, vagy gondolata, hogy ez fog történni? Hello, azért álljunk már meg. Ne szimuláld itt le nekem a meccset, mert attól dűbe gurulok. Azért mondom. Mekkora lelátó rész van ott oldalt. Kis tifót is kiraktak, lutoni szurkolók, és ott vannak a fradisok is a sarokban. Jó néhányan. Jövünk ki a meccsre, nagyon vártam, srácok, ezt a karriert, és ez az igazi. Az angol bajnokság, ez a mi terepünk. Itt kell megmutatni magunkat az angol másodosztályba, hogy aztán majd az elsőbe feljuthassunk. De jó lesz ez. Jó. Nézzük akkor a mérkőzést, tehát ilyen fekete-zöldbe vagyunk, mi narancsárga feketébe, pedig az ellenfél elég jól megkülönböztethető. És akkor vannak ezek a, amire fókuszálni kell, ilyen kis kihívások a fejemnél, pont nem látjátok a facecam-től, de lőni kell gólt, az biztos, meg beadásokat kell csinálni, lapos beadásokat. Én nem tudom, ez mire jó? Kipróbáljuk ezen a meccsen. Nem tudom, hogy ez ad-e hozzá a mérkőzéshez, vagy ez furcsa nekem, ezek a kihívások, de koncentráljunk a meccsre. Tokmak, Mercier. A Mercier lövése. Kapufa! Az 5. percben kapufa a Championship-ben. Az komoly. Bekezd a Fradi. Már csak egy gól lett volna jobb. Ez tetszett. Ez tetszett. És Traoré hogy megindul? Kint a labda. Szurkolók ujjonganak. Nagyon várták már az évkezdést. Kicsit meglepődtek, hogy egy magyar csapat így bekerült. Mercier lövésébe belenyúltak. Oké, és... Hát ez nem sikerül. Campbell, ő hozza ki a labdát. Kornik, ezt a horvát kapust kéne majd megnézni, hogy mégis mi fánterem. Magyaros nevével. Lajduni, nem bírő se lőni. Franc egye meg. De hát ugye Stiles, stílusos Kálmánt is innen hoztuk az angol championshipből, Rossi. Nem is tudom, milyen meccseket néz, hogy ki ez a felderítő csapat, aki ilyen játékosokat, ilyen félig magyarokat les meg, de jól csinálja a dolgát. Azt a mindenit. Nem volt ez rossz kemény beadás, de ellenfél. Haha, ezt nem eszik meg olyan gyorsan. Szóval az ellenfél azért figyel, ez egyértelmű. Csivics, aki nagyon jól játszott a nyári meccseken. Traoré bevetődős fejese. Tisztázniuk kell. Az szép volt. Na, ez már tetszik az orosz miniszterelnök úrnak. Ilyen laposabban adjuk be, hogy aztán lehessen fejelni. Aha, nem lehetett fejelni, nem baj. Vissza. Passzolni akartam, bepasszolni még egyet. Nem jött össze, viszont a Fradi tábora a B közép elutazott ide is. Hihetetlen. Nagyon-nagyon örvendetes, hogy ott a Fradi zászlót lengetik. Kicsit ilyen tekerődősen jön be a labda. Horváth húzta le. Az a gyors visszapassz, az nem sikerül, de egyenlőre én azt mondom, hogy mi uraljuk a meccset, és nem a Luton. Bár a Luton egyenlőre nem mozgósított még semmi nagy energiát a támadásokba, úgyhogy bármikor meglephetnek. Na, hogy aztán bealtassanak csak. Telember. Jól van. Mercier. Becsúszást próbáltak ellene. Szép a passz. Ó, az indítás. Leszették, lehúzták a levegőből a labdát, ilyen félig, laposan félig emelkedettem. Próbáltam! És ezt mondom, az első lövésből gól. Az iskoláját neki. És felszántja a füvet. A faszi. Ó,
Az első lövésből Adebayo. Hát el tudott menni egy az egyben Dibusszal, Dibusz meg ezt nem tudta lehozni. A franc egye meg amúgy. Aj. És Lutonosok nagyon durván szurkolnak, most azért nem a B közép hallatszik. Hát ennek nem örülök, mert én úgy éreztem, hogy mi irányítjuk a meccset. Az viszont Traorénak nagyon jó. Traoré a lövéssel horvátnak kellett megakasztania ezt. Az nem jó. Osó. Zakarias Szent Traoréhoz vissza. Az is kellemetlen volt. Viszont Barry mehet el. Barry gyors. De nem eléggé. Viszont jól tudja megtartani a labdát. És akkor most Brie, aki beadná, de Talander figyel. Franc egye meg. Barry adja be. Dibusznak kell hatalmasat védenie. Azt a mindenit. Az komoly volt. És megint Dibusz. Nem hiszed el, és alig tud felszabadítani. Csivics volt az, aki próbálta. Erős volt a passz, lecsúszott a lábáról. Szerencsére kirúgás nekünk. Egyenlőre azért nem vagyok túl boldog. Most a Luton az megtátosodni látszik. Botka, megkerülős, ilyen pályáról kimenős megkerülős csel. Nem volt össze, messe. Holmik. Technikás a feladatokat, nem tudjuk megoldani. Lehet ilyen sima ívelgetés, meg passzjátékot kellene választanunk, mert amint próbál technikázni, kicsit szépíteni a játékot, azonnal bele törik a dolog. Már a labdát is eltörjük sokszor. Na de nézzük. Mai. Az viszont jó, Tokmak. Nem jó? Akartam gyorsan futni, kontrázni, de nem sikerült. Ryan Mahé, azaz, a lövés, horvát, magabiztos kapus teljesítménye. Kiemelkedik. Merciért buktatják, de végül is nem kapott semmi szabálytalanságot. Nem is esett el Merciért, csak meglötték, hogy ne tudjon lőni. És azzal mehet Dibusznak kell jönnie. Jó, az komoly esés volt. Vagy az ütközés elkerülése miatt esett a támadó. Nem Dibusz volt a hibás. Oké, és oké. Csivics! És elrontom. Hihetetlen mérges vagyok erre. Talán, de rárúgtuk az ellenfélre, mi jövünk, és nem. És nem. Adebayo, nem engedjük lőni, de Barryhez megy vissza a labda. Rakjuk már ki az Isten szerelmére, de komolyan. Lajduni. Nem kezdhetjük ilyen rosszul. Hát direkt ultimate teameztem egy picit ez a karrier előtt, hogy ne legyek már annyira hihetetlenül béna, de egyszerűen nem. Nem megy most, és mérges vagyok emiatt. Magamra is. Na de most talán, és nem. Bradley hozza ki a labdát Campbell felé. Campbell vissza Bradleynek, nem érjük utol, nem érjük utol Botkával, hesszihetetlen, jó, akkor viszont tolódunk, másik emberre váltunk, oké. Botka nem tudja felvenni a versenyt az angolokkal futásba, és ki is gáncsolják, de semmit nem számít, hiszen lefújta a bíró a mérkőzést. De bár jó, egy lövés, egy gól, kellemetlen, nagyon-nagyon kellemetlen. Vezet 1-0-ra a Luton. Nézzük meg, milyen játékosokból áll ez a Luton. Mégiscsak kíváncsi vagyok. Kornik 70-es, Adebayo 72, Campbell, Barry 68. Vannak itt. Tehát rengeteg a 70-es játékos. Brook, Osho, Brie, Horvát, Ethan Horvát. Szerintem neki az anyukája magyar, vagy az apukája. És őt be lehetne csábítani a válogatottba, Horvátot. Komoly. Jerome, Freeman, Potts, Woodrow, Real, Locker. Ugyanolyan 70-es játékosok vannak a padon is, mint a kezdőben. Ez a Luton, ez egy kiegyensúlyozott 70-es csapat. Picit jobbak vagyunk náluk pontszámra, mert nincsen 76-os, meg 74-es játékosuk, de egyébként pariba vannak. Azt kell, hogy mondjam. Mai nekem nem bejövős, megnézzük Kovacsevicet helyette, hogy ő mit tud. Aztán meglátjuk, hogy mire leszünk képesek a továbbiakban, mert ez egyelőre azt kell, hogy mondjam, édeskevés, csak ugyan, mint amit a Fradi nyújtott ugye a Kecskemét ellen,
majd utána mindenki azt hitte, hogy a rossz pálya miatt, de hát azért ez nem teljesen igaz, látva a Zvezda elleni meccset, mert az meg aztán ott a pályára nem lehetett semmit se fogni, és borzalmasan játszott a csapat. Na, én nem ezt akarom látni itt a FIFA karrierbe. Tehát ez minden gödörből van kiút, és az lenne a legjobb, ha mi nem is esnénk bele a gödörbe, hanem egyből már pontszerzéssel indítanánk az angol bajnokság másodosztályát. Már egy döntetlen az nem lenne rossz indulásnak szerintem, de a vereség az nekem nem fér bele, mert fel szeretnénk jutni a Premier League-be, legalábbis nekem ez a célom, hogyha nem is első helyen, nem megnyerve a bajnokságot, de valahogy fel kéne jutni. Akár egy második hely már szerintem jó lenne. Főleg, hogyha sok meccset játszunk majd, akkor a Premier League-ben is láthatjuk a csapatot. Záros határidőn belül. Čivić fejeli ki. Szépen hozzák fel. A közönség megőrül egyébként. Annyira tetszik nekik, amit látnak. Dibusz. Igadjunk le, egy kicsit laposan passzoljuk ki. Botka. Traoré nem sikerül, de elpattan az ellenféltől. Azért ők se hibátlanok. Egyáltalán nem, de mi se. És ez inkább probléma. Kornik. Bell hozza be 16-osunkhoz. De nem engedi Botka. Ez nagyon szép volt. Ez nagyon szép. És akkor ezzel lehet menni. Hiszen Mayo ott van elől, amit mondtam neki, hogy maradjon elől. És ezt... megoldhatná. Senki nem jött segíteni. Kár érte. Nagyon-nagyon kár érte. Szép. Talander Čivić. Lajduni. Elpattam. Vissza kell futni Tokmáknak. Gyors Tokmák. Tehát nem probléma. Csak kellemetlen. Tokmák kioldalra. Az se sikerül. Kornik. Figyeljünk a lövésnél, Talander kicsit kéz volt, de szerencsé kikapcsoltuk ezt a hülye kezezést, mert mindent befújt kéznek a nyári kupán a bíró. Az előző részben Dibusz szed össze azt a mindenit. És Kornik leszedi a levegőből. Hát, hihetetlen. Dibusz megint. Atya úristen. Nagyon jól játszanak. Reál jön be. Nagyon-nagyon jól játszanak. Traoré. Tokmak. Tokmak mehet. A tökmag. Gyere, tökmag. Gyere, gyere, gyere. A lövés horvát védi. Mercier rugottott bele a labdába, és róla megy ki így. A franc egye meg. Čivić már csak botladozni tudod. Hát ez hihetetlen, hogy Tokmak nem bírta belőni. Nagyon fontos lett volna, nagyon-nagyon. Kornik. Les, jól van. Azaz, most ennek örülünk a legjobban. Tokmákot nagyon beszorítják. Tegyük át akkor a másik oldalra. Féltem, hogy pontatlan egy pillanatra. Birtokoljuk egy picit azt a labdát. Mercier. Nem jó. És nem jó Mercier, és szabálytalankodik. Úgyhogy hagynunk az ellenfelt, hogyha előnyszabályt akarunk, ez megvolt. Most már lehet közbeszúrni. Az is. Mi lesz? Szöglet. Nem szabálytalanság, jó? Kifejeljük a lasztit. Nagyon nyom a Luton. Egyáltalán nem rossz csapat, benyomását keltik. Ezek a lutoni fiú, Kornigol. Kúzva életbe! Hát ezt nem hiszem el. Kezdek beleörülni. De nem fogom lejavállítani a nehézséget, ezt így kell megtanulni. Menjél már, Bell! Hol a támadó felállás? Támadóra nyomom. Cserélni is kéne. Miért nincsenek gyors cserék? Nem kínált fel gyors cseréket. Támadó felállás beállítottam, srácok. A különbség, itt mutatom, ez az alap, és a támadó pedig így néz ki.
Feljebb tolódik a csapat, nem lesz két csatáros játék, feljebb tolódik a csapat. Igazából ennyiről szól a támadó rész. Zakarias Szeher fog bejönni Auski, és Traorét kirakjuk a szélre. Tokmakot lehozzuk egy picit, de Mercier így, na ez jónak tűnik. Ez nekem jónak tűnik. És Pászkát is megnézzük. Csivics helyett. Ez oké. Na, jó. Most ennyi, amit hirtelen tudok, és akkor támadó formáción vagyunk. Tehát picit erőszakosabban, picit jobban kell megnyomni ezt a dolgot. Ott van Traoré. És ez szar lövés volt. Ez egyszerűen rossz lövés volt. Aj, de kár érte. Az se jó, az se. Nem működik a csapat. Egyenlőre. Kornik. Rögös a kezdés. És az ellenfél hiába nem játszik jól, mert szerintem nem egyébként. Ők is nagyon-nagyon sokat hibáznak. Mégis vezetnek, mert a helyzet kihasználásuk, meg a sokkal pura lövésük sokkal jobban mutat, így összességében. Jó, Mercier. Mercier messzire akartam lőni, de blokk lett a vége. És még mindig ott van náluk a labda, ez hihetetlen amúgy, hogy nagyon nehéz tőlük elvenni. Az szép viszont, Traoré. Traoré a gól. Nem gól. Hát hihetetlen. Mondanám, hogy bent láttam, de előni se tudtam. Megint nem bírtam előni. Campbell. A becsúszással csak lassítani tudjuk, egyébként az se rossz, hogyha lelassítjuk a támadást. Bell, Barry, és bazd meg, hogy Dibusz mellett megy el. Horvát sokkal jobban véd. Tehát ez... Ez nagyon gyengusz. Ez nagyon gyengusz. Boli belerúg az ellenfél lábába. Hát jó, hogy nem törte ki a lábát. Istenem. Úristen, 3-0. Hol a hazai meccsünk? Hol a hazai meccs? Nagyon rosszul játszottunk. Ne ragadjatok. Kettőt sikerült teljesítenem. Én ez nem tudom, ez nekem akar segíteni ez, mert hogy pontot szerintem ezért nem kapunk. Adjunk interjút. Szar volt, nagyon szarok voltunk, borzalmasan rosszak voltunk. Viszont ez jól néz ki, ez az interjús rész. Mi volt a kérdés? Traoré. Mi? Nem, elküldeni, vagy mit akar a csapatból kirakni? Nem. Adunk időt mindenkinek. Hiszünk benne. Igen. Mercierrel. De miért akarják a... Mindenki megérdemel lehetőséget. Azért ne akarják már itt azért ráhúzni a vizes lepedő Traoréra meg Mercierre. Azért ez nem túl fair. Úgyhogy nem vagyok ilyen faszkalapedző. Na jó van. Mit akartam csinálni? Nem tudom. A játékosok dumálnak hozzám, azt mindenképpen megnézzük. Igen, nyugi. Jó. Azt mondja, hogy menjünk tovább, és nagyon bízok benne, hogy itt nem lesz baj. Itt a scoutoknak kell meghatározni, hogy hol keresenek játékost, milyeneket és hol. Hát gondolom Angliába kéne, nem? Ha már itt angolok vagyunk, vagy hogy angol a orientáltság. Mit nem szeretne? Nem szeretne Angliába felállítani ilyen izét? Ja, hogy már fel van állítva. Hát akkor mit tudom én? Hát akkor fenn Skóciába is mehet nyaralni. Hát úgyis jó rossz az idő. Fiatal játékosok, oké, rendben fejlődnek, mehetünk tovább. Most edzeni nem fogunk, azt lenyomják magától. Szécsire jött egy
Transfer offer, Szécsit elvinnék, hát harmadik számú 33 éves és 62-es Szécsi egyáltalán nem fogom őt bevetni, még ha Bogdánt igen, Szécsit egyáltalán nem, és a Guangzhou megadná érte 270 ezeret, úgyhogy csak hogy lássátok, hogy a Fradiban milyen pénzek mozognak, nem milliók, nincs Szoboszlai, teljesen felejtő, majd ha a Premier League-be játszunk, akkor talán a lényeg, hogy megpróbálunk beszélni velük, mert minden pénz számít. Úgyis csak télen fog elmenni, tehát ez egy olyan előrevetített igazolás, ami igazából télen fog majd megtörténni, de én egy 300 ezeret szeretnék, ha majd eljöttek ezek az ázsiai urak. Mosolyogni, Csercseszovot, hát ez ilyet sem láttam még. Azt mondja, hogy elfogadja úgy, hogy boldogok vagyunk, majd ők megállapodnak Szécsivel. Nekem nem számít, mondtam, hogy úgyis majd kapust szeretnék. Jobbat típus mellé. Azt mondja, hogy Watford ellen, az nem lesz könnyű. Premier League csapat volt tavaly. Watford ellen játszunk, hazaiba végre, a Groupama arénába végre, el se hiszem. Megnézhetjük a stadiont, amit így közösen összeraktuk. Hát Cleverley, Pedro, Mario Gaspar, Cabasele, ezek 80 közeli játékosok. Azt a mindenit. Ez nagyon nehéz lesz. Valamit nézzünk, mit lehet? Kezdjen Boli, nézzük meg Bolit. Nem hiszem, hogy azon múlott, de nézzük meg. Nézzük meg Besicset, Lajduni helyett. Más nem tudok, mert amúgy meg jók a játékosok. Úristen, itt mindenki milyen rossz formában van. Atya világ. Jézusom. Na jó, mindegy. Játszunk. Most nem tudok erre mit mondani, sokkal jobbak lesznek, de majd mindjárt megnézzük. Végre hazai stadion, az adhat erőt szerintem. Az adhat erőt talán a hazai stadion. És itt van, a Groupama Arena, a kétszintes, továbbfejlesztett zöld-fehér Groupama Arena. Nézzük meg, hogy mit érünk el. Remélem, hogy azért. Itt lehet esély esetlegesen egy pontszerzésre. Úristen, mennyien vannak, mennyi fradisán, de jó ezt látni. Nekem is itt van, én is, haló. Én is kirakom. Nagyon jó. Hát ez azért, itt a fradi hangulat, ez itt megvan. Azt a mindenit. Nem is találom a vendégszektort, nem is érdekel a vendégszektort. Davis, João Pedro, azt a mindenit, Cleverley, micsoda nevek, hát. Ezek olyan csapatokban játszottak, srácok, topligásokban. Csak aztán lejöttek itt a Watfordba szétnézni. Remélem, hogy ez a hazai stadion az megadja azt a lendületet, amit én várok. De egyelőre próbálunk megfontoltan, ügyesen, okosan játszani. Hassan, Botka, felborítja. Nagyon jó. Hát a magyar válogatottnak is, de őszintén szóval a Fradinak is nagyobb csapatok ellen megy jól. Mert ha a Monacót meg tudta verni, akkor a Cerenát mérnem. De itt talán lehet még ugyanígy keresni valónk. Okoye. Azt a mindenit. Ki az az Alex Scott? Ott volt a csaj a bal felsőben, nem tudtam olvasni. Miközben helyzetünk volt. Nem tud is. Hause. Cleverleynek passzol. A csapatkapitány hozza fel. Vele azért vigyázni kell. Zakariasen közben nyúl. Tedd már le, jól van. Megzavartuk őket. Traoré. Jól belementek. Balhéznak. Szép felévelés. Talander. Mercier. Nagyon jó. Cselekbe bonyolódunk, amit nagyon nem kéne. Davis futhat, és ő nagyon gyors. Davis lekapcsolja Csivics, de olyan szabályosan és mesteri módon, amit a nagykönyvbe szoktak megírni, a futball nagykönyvbe, hogy így kell szabályosan szerelni. Még csak gyep darab se szakad ki, ellenben itt már egy beadás. Besics, első meccse, itt a Championship-ben. Nem tudok kinek passzolni, és nagyon-nagyon rossz helyzetbe kerültünk, tegyük akkor hátra. Úristen.
Most ez nagyon beszorítottak, hirtelen ott a középpályán beszűkült a levegő. Milyen gyorsak amúgy tényleg. Zacharias átívelünk a másik oldalra, próbálom felhozni a labdát, de annyira rajtam vannak. Besics, ő azért Premier League tapasztalatokkal van itt, szóval azért neki ezt a kört ismernie kéne. Játszott is a Watford ellen. Traoré próbálja indítani, vagy legalábbis kérni a labdát. Amit össze, de picit birtokoltuk a Lastit, ez azért jó. És ott vagyunk, és elég erősen ott vagyunk. És ő zavarni próbáljuk az ellenfelet. Jó ezt látni. Húzzuk, rángassuk meg azt a mesztet. Szakadjon el. Sasszézunk mellette. Pedro ráfordul, Telander, aki kifejelte. Boli nem jól veszi át. Boli eddig nem sok szerepet kapott, de legalább harciaskodik, viaskodik ott. És ez már nekem tetszik önmagában, mert ez a leszarom játék, hogy ott sétálhatnak. Az, amitől én teljesen kiborulok a valóságba is. Meg úgy általánosságba. Azaz, nyomjuk le őket! Harciasan! Erről van szó! Hát ez mehet az angol bajnokságba egy kis lögdösődés, nem kell összeszarni magukat. És akkor ott Botka megy most. Botka, a magyar fiú, az kint van, az róla ment ki. Oké, okay. Jó. Nagy bedobás. Félig meddig. Besics külsővel a lövés. Nem jött össze? Tokmak? Csivics? Az átívelés nem jön? Nem sikerül? Ó, és aláugrik Tokmak. Viszont Boli szerzi meg a labdát. Boli lövése nem jó. Volt egy kis időszak, amikor mi nyomtunk, és akár ezt folytathatnánk is. Boli, Frank Boli. Traoré, jönne? És annyira jön, hogy ott cselezget a 16-os kiérül. Nagyon betömörül, a szabálytalanság, fújják le, nem fogják. Előszabály, francba, pedig volt volna egy szabadrúgás ilyen közelről. Nem tudom mit csinálni, kicsit tanástalanul állok itt most. Keressük a rést a pajzson, de 6 emberrel, 7 emberrel védekezik folyamatosan a Watford. Azért most a buszt elég erősen beparkolták. Pedig nem Mourinho a Watford edzője, Boli ollóra futott, de nagyon gyenge volt. Aláfutnak mind a ketten, a Watford meg a miénk is. Zacharias-en kibikázza oldalra. Ez egy küzdős első fél idő. De ez már egy fokkal jobban tetszik nekem, mint amit eddig láttam a csapattól. Az is jó. Nem baj, szöglet, de legalább jó volt. Tetszik a háló, ez a zöld-fehér mintázat a háló. Nagyon jó lett ez a stadion, azért megvan a maga hangulata. Én azt hiszem. És akkor ezzel most Frank Boli jöhet. Na. Bíró jó fej volt, hagyta, hogy fussunk, aztán a fújta. Kavatna meg. Na mindegy. A lényeg, hogy 0-0, az nem rossz. Azt nem mondom, hogy kiegyenleznék egy 0-0-ban, akkor inkább legyen már 1-1 vagy 2-2, de mutatom is, hogy a Watford milyen pontszámokkal, milyen stílussal, milyen jó játékosokkal rendelkezik. Davis 72-es, Pedro 72-es, Asprilla. Eddig kapufa, amit mondtam, mert ezek nem túl jó játékosok. Asprilla 64-je, mit keres ott? Cleverley, igen, Tom Cleverley az már az más, 73, Kayembe 71, Camara 75-ös, Francisco Sierra 72, Hamus 75-ös, Cabasele 74, Mario Gaspar 78-as, messze a legjobb. A kapusuk se rossz, és a cserepadon is Trostekong, tehát azért itt is vannak. Szár 77-es, Ketkört 72, ez azt kell, hogy mondjam, hogy minimum pariban van a Fradival, nem tudok beszélni, de inkább jobb, mert 78-as játékosunk nincsen. Tehát ez inkább jobb, mint a Fradi. Tetszik, hogy ilyen csapat ellen kell játszanunk, és hogy megy, az még jobban. Pászkát kipróbálnám Botka helyett. Nézzük meg. Próbáljuk meg akkor őket legyőzni, mert nem lehetetlen, csak ez a Máró Gaspár, megint itt van Máró Gaspár. Őt ezért ki kellene cselezni, vagy át kellene jutni rajta, mert ő nem szarvédő, tehát Villarrealba is játszott nagyon sok ideig, tehát elég jó.
Már régebben vissza kellett volna húznom, nagyon sokáig vártam. Simán kivezettük a labdát. Talander megy oda, João Pedro. Nem tudtuk megszerezni tőle. Jövőgni. Pedro, Davis, Lash. Valaki lesen volt. Úgyhogy ez most nekünk jó. Topnak. Azaz. Mercier. Valamit szabálytalankodtak Topnakkal szembe, de nem láttam mit. És előszabály most nekünk kedvez, végre. Csak táncolt ott, és nem lőttünk kapura, csak táncolt. Megint az a baj a csapattal, mint a nyári kupán, ami miatt mérges voltam. Nincs kapura lövés. Nincs kapura lövés. És most talán lehet egy Mercier. Végre. Az jó, az jó. És akkor jöhet ez az új szöglet variáció. Kicsit ilyen betekerősen fogjuk ezt lőni. Tekeredik az a labda. Boli? Honnan szedte ki? Bolinak az ejtett fejese, ez jó volt. Nem volt erős, de pontos volt is. Kiszedte a védő. Azt a mindenit. Az komoly volt. Pászka, gyere, 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 srác. Gyere. He, Dibusz. Talander, Dibusz mekkorát védette, jó ég. És nem jó, nem jó, nem jó. Megint ők támadnak, és ezt nem szeretném, nem akarok összeomlani. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Egyelőre nem jó. Összeomlottunk a lehetőség kapujában. És becsúszva. És becsúszva hozzák. És becsúszva hozzák. Átrakom magunkat támadóra, Mário Gaspar. Tokmak. Szép, 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 szép. Menjünk, menjünk, menjünk. Vigyed, vigyed, vigyed. Azaz. És letarolja. Beleáll az emberbe. Azaz. Az jó. Tegyük ki üres helyre. Erről van szó. Azaz. Mercier. Középen üres. Ott is üres. És... oh, elrontom. Kulcs szituációt. És az se sikerül. Hát ez... megeszem a kalapom, pedig nincs is. Az nem lehet jó. Fantasztikus gólt szerez a Watford. Jó ez a Fradi karrier. Mekkora indítás. Jézusom. Az kegyetlen volt. Jó, szervezzük át a csapatot, akkor most támadó felálláson vagyunk. Besíts helyett... ez támadó? Igen, ez a támadó volt, jó, oké. Besíts helyett jöjjön fel Essity. Úgy, várjál, Essity nem jó, akkor Azoki. Auski, bocsánat. Mai, Talander, Mai, Talander. Cseréljünk, 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 cseréljünk már. Tokmak, szép! Mário Gaspart etette meg. Nagyon jó, nagyon jó. Tokmak nagyon jó, és eddig tartott. Hát ez... egyelőre nagyon gyenge. Arbitanglövés, Dibusz. Cleverly adja be. Szép Traoré. Gólvonalról fejeli ki Dibusz. Menjünk, menjünk. Vitki, 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 Mayé. A két Mayé testvér a pályán egyébként. Szép Semi Mayé kapja. Nem volt les, nem volt les. És nem bírom. Nem is tudtam megtartani a labdát őszintén, szóval nem volt elég kraft a gyerekbe. Meg hát védő is volt. Auski mit hozott ott le? És nem ér semmit. Ó, és kipasszolgatnak. Szár. Di Berini, azaz.
Nagyon jó. És hova? Hova az indítás? De Mai nagyon gyors. És elrontják! Mai! Nem lehet betrakni, nem lehet gólt lőni. Nekünk nem lehet gólt lőni ezen a rohadt bajnokságban. Szabálytalan sárgalapot neki. Nem. Ez az angolok nem lehet, hogy összetöröd a másik csontjait. Az még pont belefér. Semmi baj. Se sikerül. Kezdek kicsit bestresszelni egyébként. Mário Gaspar. Értitól. Azaz, Kovacevic. Nagyon jó. És akkor most lehet ezzel merre menni? Az a nagy kérdés. Azaz, vissza. Mekkora gól Traoré? Na végre! Nulla pont, de legalább egy gólunk van. Traoré. Úristen, de rosszak vagyunk, mint a valóságban, Fradi. De legalább megvan a gól. Hazai stadionban azért mégiscsak szép volt a passzjáték, őrületes a lövés. Végre, végre. Most örülök. Everly. Jó. Ezzel küzdjünk, hát ha lesz itt még valami, tehát nem akarom ezt feladni. Úgyhogy félreértsetek. Semmit nem adunk fel, de nehéz a helyzetünk. Davis megmutatja, hogy ezért ki a jobb. Hát ez... hogy nem ment be az is. Még mindig nem jó a csapat. Meg én sem, hozzáteszem. Watfordosok alig jöttek ki a meccsre, pedig jól játszott a csapatuk. Hát sajnálom az első hazai meccsünket. Legalább gólt szereztünk, de... az azért durva katasztrófa. Sokkal többet kell mutatnunk. Nézzük, nagyon kevés lövésünk volt szerintem. Ez ennek mi értelme van, hogy ezt sikerült megcsinálni? 6 lövés. Sokkal jobb labdabirtoklás, jó nem sokkal, de jobb labdabirtoklás, és mégis kevés a lövésünk. Nem jutunk el lövésig. Teljes formációváltás? Lát, hogy ez kéne. Na mindegy, próbálkozunk. Srácok, jövő hét szerdán találkozunk, már nagyon várom a következő részt, mert én nyomnám tovább. Megpróbáljuk kihúzni a gödörből ezt a Ferencváros. Nem elég, hogy eladták a csapatot Angliába. Még szar is. Meg én is. Úgyhogy nyomjuk tovább. Nincsen feladva semmi. Világklasszis pörög. Aztán meglátjuk, mit hozunk ki belőle. Köszönöm, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk. Van kedvetek, nézzetek át a futballra, gamingre, tradingre, mindenhol vannak tartalmak, ma ilyen tripla nap van, tehát mind a három csatornán van videó. Addig is, sziasztok!